az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Hongyula sétány, Janikovszki Éva Park, fővárosi Szabó Ervin könyvtár. Máig vannak olyan utca, illetve intézmény neveink, amelyek megosztják a közvéleményt. De legalább a Kumbéla, Szamueli Tibor utcák szép lassan eltűnnek. Érdemes megnéznünk, hogy mit értünk el és milyen feladataink vannak még a névváltoztatásokkal kapcsolatban. Mennyit jelenthet nekünk, ha visszakapjuk utcáinkat, tereinket, intézményeinket? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Nagyon régóta húzódik az utcanevek és intézménynevek kérdése. Általánosan nem rossz a helyzet, csak vannak olyan esetek, amelyek történelmileg bonyolultabbak, mondja a Máté Áron történész a Nemzeti Emlékezet Bizottságának alelnöke. Sajnos még mindig ott tartunk, hogy érvényes a mondás, nem lehet tudni, hogy mit hoz a múlt. Ezt már Horváth Attila jogtörténész hallja. És velünk lesz még Hezman Róbert, a Magyar Patrióták vezetője, aki szerint Szabó Ervin a tanácsköztársaság szellemi megalapozója volt. A 20. századi önkönyuralmak megítélésében máig kettős mérce érvényesül. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. E, gyakorlatilag 35. éve benne vagyunk a rendszerváltozásban, rendszerváltásban, mm. és a mai napig indulatokat kelt egy-egy közterület utca elnevezése. Miért van az, hogy még mindig nem sikerült lezárni ezt a meglehetősen egyszerűnek tűnő problémát, hogy kiről is lehet elnevezni utcákat? Áron. Én azzal kezdeném, hogy a rendszerváltozásnak ugye két zavaros évtizede volt, utána tetszik vagy nem tetszik, de, de egy tehát valami más indult el. Na most ettől függetlenül vannak továbbra is vezáratlan ügyeink, lassan három és fél évtizede, és, és hát itt az a gond, hogy, hogy egyrészt nagyon sokáig tartott ez a békebevi szocializmus. Tehát ez teljesen érthetően mindenféle nosztalgiát kell. Tehát valakinek a kádár rendszerről nem feltétlenül az fog eszébe jutni, hogy ott elverték, meg, meg lehallgatták, meg a személyzet is piszkálódott vele, meg a TSZ elnökök mit műveltek, és a többi, hanem, hanem eszébe fog jutni ugye a magyar-német barátságot erősítő NDK-s turista csoportok a, a Balatonnál, Eszébe fog jutni az, hogy volt egy szociális biztonság, eszébe fog jutni az, hogy, hogy ő lehetett a legmenőbb a, a, a magyar forinttal a keveti blokk barakjai, ha szabad így fogalmazni, országai közül. És és akkor már 35 évet tehát, tehát akkor valaki azt mondja, hogy ezt miért nem zártuk le, most már hagyjuk az egészet a francba. Most egy-egy közterület intézmény átnevezése, az az mindig olyan problémás. Akkor ugye okmányokat kell, akkor, akkor neki van esetleg egy bankszámlája, akkor a bankban is ott esetleg kérdéseket tesznek. Tehát ez egész egy, egy, egy marha nagy utánajárás, és, és hát nyugodtan mondjuk ki, hogy az, amikor a rendszerváltás, rendszerváltozás évei, lezajlottak, tehát amit így klasszikusan annak gondolunk, akkor, akkor egy csomó minden nem lett elintézve, ugyanis egy nagyon durva mítoszgyártás folyt, egy felől, más felől, meg egy befeketítés. Tehát erre azért a Kádár rendszerben nagyon odafigyeltek, pont erről beszéltünk, beszéltünk a Robival, meg az Mi mielőtt bejöttünk a műsorba, hogy fölépítettek helyi áldozatokat, mondjuk aki életét vesztette az 1956-os forradalom során a barikádnak azon az oldalán, akár véletlenül, akár mármint úgy, hogy nem akart ő, csak hát kis katonaként megölték, hát tűzparancsot kapott, másik oldalról megöltnek, vagy akár úgy, hogy, hogy, hogy úgymond kommunista főtisztként, ez persze idézőjelvet teszem, mondjuk mezőimre, egy jó mezőimre kultusz, ugye, ilyenek is voltak, meg, meg az 1919-eseket is, és ott ugye a másodvonalban már, már az ember, meg a harmadvonalban már teljesen el, el tud azért bizonytalanodni, különösen, hogyha egész tovább ragozzuk a helyzetet, Kodály és Bartók is vállaltak egy-egy röpke epizód szerepet, tehát itt az a helyzet, hogy van, ahol biztosan tudjuk, egy Marx utca, egy Partizán utca, tehát az ne legyen, az, az ön kellemetlen. És akkor van, van, néhány olyan, hát erről majd még most aztán abba hagyom, többiek is jussanak szóhoz, de mondjuk mit tudom én, hogyha egyszer Farkas Berta van, ahol elneveznének egy utcát, mégiscsak csak ő volt az első magyar űrhajós. Attila? Igen, hát a három nagyon sok mindent elmondott, én még annyit tudnék hozzátenni, hogy Egyrészt a Kádár rendszer azért nagyon ügyes politikát folytatott. Rengeteg embert ezzel a hierarchikus hűbéri jellegű rendszerrel bűnészesített. Tehát egy kicsit részesültek a javakból, azt szerint, hogy a piramisnak ilyenkor a részén volt. És ezek a változáskor úgy érezték, hogy azért ezt nem kéne nagyon firtatni, hogy itt mi volt a rendszerváltás előtt, tehát jobb ezekkel nem foglalkozni. Aztán nagyon sok olyan ember is van, aki meg, akit meg abszolút ez nem érdekel, hogy ő, ő milyen utcában van. Harmadrészt meg, amit az Áron is már úgy mondott részben, hogy nagyon sok olyan másod-harmad vonalbeli figurák vannak ugye utcaneveknél, intézményneveknél, akikről az egyszerű átlagembernek fogalma nincs, hogy ez kicsoda. És hát ők, ők Évszedek óta mondjuk ott él azon abban az utcában, és ha megkérdeznénk, hogy tudja-e, hogy kiről van elnevezve ez az utca, azt mondja, hogy hát neki fogalma nincsen, és őt nem is érdekli ez az egész dolog. Tehát ez a közömbösség, és ez igazából az a baj, hogy ezt a rendszerváltáskor kellett volna megtenni. De a rendszerváltó kormány az olyan <coughs> gyenge volt, hogy és olyan kevés támogatottságot kapott. Attila. Biztos, hogy gyenge volt, vagy nem ez volt a legfontosabb problémája? És is, is. Én szerintem ö, ö, a, egyszerűen nem volt kétharmados felhatalmazása, nem állt mögötte olyan ö, média, olyan ö, erő, ö, nem tudtak nagyon sok mindent keresztül vinni, és hát kétségtelen, hogy egy csomó, sokkal fontosabb feladatuk is volt, amit meg kellett oldani, de ezt is rendezni kellett volna, mert ugyanis ez, a, ez az egész múltrendszer bűneinek egy, egyfajta elkenése. Én azért jogászként én mindig azt szoktam mondani, hogy itt most maradjunk a a jogi kategóriáknál. És ne úgy mondjuk, hogy egyrésztről, másrésztről, hogy egyrésztről ezt csinálta, másrésztről meg azért voltak jó ötletei is, mert egyszer megcsimogatott egy macskát, tehát valami rendes dolgot is csinált, hanem, hanem volt-e olyan tette, ami, ami az önkényuralmat, hát ahogy, ahogy benne is van a, a 2011-es önkormányzati törvénynek a 13. paragrafus első bekezdésében, hogy aki, aki az önkényúrvalami rendszerben közreműködött, azt elősegítette, valamilyen fontos szerepet töltött el, ugye, mert volt még egy, most ez ütött eszembe még egy fontos szempont, hogy a az azzal próbálták elkenni a felelősséget, hogy azt mondták, hogy 800 ezer pártagot nem lehet felelősre vonni. Mert ugye 800 ezer tagja volt a pártnak. De valójában ha összemosták az egyszerű pártakokat, akik így úgy amúgy kerültek be a pártba, a nomenklatúrával. Tehát itt a nomenklatúrára kell kiegyezni a helyzetet, tehát akik döntési helyzetben voltak, akik ártottak valakiknek, akik segítették a rendszert, ha más nem, ahogy Babics mondta, cinkos, bűnösök közt aki néma, tehát ott voltak, valamilyen módon közeműködtek, direkt módon vagy, vagy, vagy csak áttételesen, azokról ne nevezzünk el utcát. Ezek bekerülhetnek a történelmkönyvbe, lehet értékelni így, úgy, amúgy, lehet az előéletüket, utóéletüket, mert lehet, hogy valami jót is tettek, de a jogszabály szerint őket ne tegyük ide, mert csak olyan nevezhetünk el utcát, meg intézményt, aki példaképként állítható a magyar nemzet elé. Robert? 1989 nyarán a rendszerváltásnak az egyik emblematikus pillanata volt, amikor az akkori Münnich Ferenc utcában, ugye most már azóta Nádor utca, Krasó György egy létrán Fölmászik, és ahogy ezt ma divatos szóval mondják, Flash Mob, vagy magyarosabban ilyen villámcsőd. Ilyen villámcsődlet vagy zendület formájában leverte a kommunista önkényúran tábláját, és aztán egy évvel később azt hiszem, hogy hivatalosan is már visszakapta a Nádor utca a történelmi nevét. Tehát ez már akkor is egy nagyon fontos morális kérdés volt. Tehát nem csak nyilván egy jogi kérdés is, meg egy emlékezett politikai kérdés is, de azt gondolom, hogy az első helyen egy morális kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a egyrészt az áldozatok emlékének. A, ugye itt rengeteg ember üldöztetést szenvedett ebben a közel 50 éves időszakban, ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt, itt nagyon komoly áldozatok vannak, és az áldozatoknak igen, akkor is van érzékenysége, hogyha erről nem beszélünk. A fő ok, hogy ez egyáltalán Miért van ez a kérdés, ugye ez itt felmerült az adás elején, hogy miért beszélgetünk erről még mindig 35 éve, hát lassan 35 éve volt, hogy Krasó György ezt a táblát leverte a kalapácsával. Hát elsősorban azért, nyilván van egy politikatörténeti oka, de azért ne tagadjuk, van egy olyan oka is, hogy sajnos a 20. századi önkényuralmi rendszerekkel kapcsolatban egy ilyen sajátos kettős mérce érvényesül, nem csak a magyar nyilvánosságban, a magyar tudományos közéletben, hanem az egész európai, mondhatjuk így a nyugati közéletben van egy durva kettős mérce, amelyik Hát ezeket a baloldali társadalmi kísérleteket, most nevezzük így, egyfajta szimpátiával tekint, nyilván a túlkapásoktól azért el-elhatárolódva, de összességében azt, amit mi a kommunista diktatúra borzalmaként éltünk meg, azt mégiscsak az indokoltnál is sokkal kedvezőbb színben tüntetik fel. Most az a húsz év, ami, ami eltelt a rendszerváltozás után, az, az első zavaros húsz év, azt átugorva, ugye 2011-12 körül kezd ez a kérdés, az akkor kétharmadot kapó eh, jobboldali eh, kormányzat, ugye a második Orbán kormányról beszélünk, és 2012-ben eh, Wittner Mária az, aki nyolc képviselőtársával közösen benyújtja azt a törvényjavaslatot az országgyűlésben, ami eh, ugye a kommunista önkényuralmi elnevezéseket, és hát egyébként úgy van a törvény megfogalmazva, hogy 20. századi önkényuralmi megnevezéseket, tehát pontos az, hogy a törvény nem tesz különbséget a, az embertelen diktatúrák között, ezeknek a e, megszüntetését egy központi jogalkotói akarattal próbálja megoldani, Egyébként teljesen praktikusan és helyesen, mert sajnos ugye Magyarországon a 3200 helyi önkormányzatnak a dolga lett volna ezt megcselekedni, Igen, Van, de itt jön megfett, a szubszidiaritás, nem? mint elv. tehát miért ne lehetne egy önkormányzatnak joga úgy dönteni, hogy adott esetben megtartja azt az utcanevet, és azért itt nagyon fontos, amit, amit, elmondott Áron is, hogy azért ez hihetetlen utána járás az embereknek, és mint amennyire mondjuk a, 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 létező szocializmus fölépíti a saját mitológiáját, és ehhez ugye megalkotja a saját hőseit, ezek a hősök egy idő után már csak utcanevek, tehát amikor azt mondja az ember, hogy én, én mit tudom, én a Marx -Károly utcában lakom, akkor neki az a Marx utca 13, és baromére nem érdekli, hogy mit csinált egyébként a Marx. Itt azért a szubszidiaritás nem jön tekintetbe, mert ezek nem helyi ügyek. Tehát az, hogy mondjuk tömeggyilkosokról, vagy olyan személyekről el vannak nevezve közterületek, amik, akik tényleg ennek a népnek, a nemzetnek az árulói voltak, ez nem lehet pusztán az utcában lakóknak az ügye egyrészt. Másrészt pedig ugye Magyarország alaptörvénye nagyon határozott állásfoglalást nyújt, hogy hogy is kell ezt a rendszert megítélni. Tehát először is a kommunista rendszer bűnei nem évülnek el. Másodszor az alaptörvény kimondja, hogy mai szabadságunk az 56-osok, tehát ezek az 56 as forradalomból is szabadságharcból sarjadt ki. Tehát itt, itt van, tehát az alaptörvénynek vannak értékei. Ezek olyan feltétlen, nem csak jogi, hanem morális parancsok is, amiknek meg kell felelni, tehát bocsánat, de a közös együttélésünknek vannak szabályai, mondhatnám azt, hogy ennek a kultúránkban is benne kellene lennie, nagy baj, hogy egyébként nincsen, és ezért ugye úgymond jogi eszközökhöz kellett e, folyamodni, de legalább megszületett ez a törvény, 13-ban hatályba is lépett, és egy év türelmi, idő, türelmi, időt kaptak az önkormányzatok, és még nagyon fontos lenne arra utalni, ugye itt, 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 a jogalkotó... Mikor a 2022-ben adták a hongyula Ahol van ez az egy év türelmi idő? Itt ugye, hát ugye mint egy jogszabály esetében, ugye nagyon nagy a, a szabadság, nem csak a jogalkotónak, hanem a jogalkalmazónak is, és hát erre a jogszabályra egy komplet jog joggyakorlat épült most már, hogy hogy kell értelmezni. Azért álljunk meg, tény tényleg álljunk meg ennél. Tehát itt azért most már a, 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 a főispán is megpróbált interveniálni ebben a, a horn Folyamatban van az ügy. És, Oké, okay, akkor a folyamatban lévő ügy, ügyről nem beszélhetünk, de magáról az erről azért beszéljünk. Tehát ha komolyan vesszük azt a 2011-ben elhatározott, 2012-ben eldöntött és 13-ban életbe lépett törvényt, akkor itt ez komoly jogállami sérelem, hogyha adott esetben mondjuk az államnak az egyik szervezete, adott esetben egy önkormányzat, erről teljesen másképpen gondolkodik. Jó, de egy pillanat. tehát itt... A konkrét jogi ügyeket bogozzák ki az eljáró ügyvédek felkért szakértők. Jó, akkor az elvek. De van most lesz. az elvek, tehát szerintem van itt egy történelmi gond az, hogy a kommunizmus Magyarországon az nem a legvéresebb, most ez gondot idézőjebb, nem a legvéresebb időszakával ért véget, hanem a legravaszabb, legsúnyibb időszakával. Ez az Atalom egyik. Átmentésse. Ez az egyik, a másik. Ami, amit itt ö, ö, elmondott az Attila és a Robert is, hogy igen, tehát az európai értelmiségben a mai napig van, ezt Albert Camus úgy fogalmazta meg, hogy a jó lágerépítőket próbálják elválasztani a rossz lágerépítéktől, ö, Kertész Imre pedig ugye azt mondta, hogy az egyik, az, az, próbált valami jó köntöst fölvenni, de alatta az ördög volt, a másik az mondjuk sátánnak költözött, és alatta is az volt, tehát ott annyi Úgyhogy ez, ez a mai napig egy nagyon komoly zavart okoz, mondok, tehát itt ez a szimbólumok terén, és most ne csak a közterületekre gondoljunk, itt van például a szobrok ügye, ugye ezeket elvitték a szoborparkba, leszették, stb. Na de kérem szépen, 2016-ban is az egyik magazinnak volt egy körkérdés, hogy a történészeknek melyek a kedvenc köztéri emlékművei. És volt olyan vezető történész, aki, aki nekem tanárom volt az egyetemen, a munkásságát nagyon tisztelt, tehát megkerülhetetlen dolgokat tettve az asztalra, és higgadt, tényszerű, tehát... És akkor azt válaszolja, számomra teljes megdöbbenés keltve, hogy hát neki a, az e, a vérmezőn régebben álló kumbéva meg tanácsköztárság emlékeztek az a, tehát neki az a kedvenc. Tehát ez 2010. Tehát, de euh, látogathatja a szoborparkot. De nem, de ne, tehát valahogy, szóval ez az embert azért úgy szíven üti. a, a másik dolog, hogy, mindig, amikor ilyen, 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 mély fúrásokról van szó, hogy az adott tevepülésen kicsoda volt, akkor összerezzenek az illetők, mert esetleg egy kicsit a sajátjának érzi. Itt jön be az, ami ez az Attila vicce, ő mindig elmondani, hogy szóval azért Vegyünk már azzal tisztem, hogy az egyszerű pártagoknak a 80-as években mondjuk annyi haszna volt, hogy pénteken megtudták a hétfői áremeléseket. Tehát ezt vegyük már le ezt a terhet erről a társadalomról és tényleg, ahogy az Attila mondta, szóval kommunista hatalom birtokosok. Igen, és az a 800 ezer párt, ne haragudj, de annak a jelentős része is szerette volna a felelősségre vonást. Tegyük hozzá. Most nekem nincsenek ilyen mérések a kezemben, tehát ezt nem tudom, és az is teljesen nyilvánvaló, hogy ma már ez az önkormányzatoknak egy nem szeretem ügy. Tehát, eh, ahogy ezt az előbb elmondtam... Három és fél évtized. De nem csak azért, hanem azért, mert, mert a, a magyar ember bizonyos értelemben konzervatív. Azt szereti, hogy egyszer valami úgy van, akkor az legyen úgy. Akkor inkább konformista. Nem, nem, de ez ilyen státuszkvó státus iránt érzett ilyen, ilyen konzervativizmus, és... És akkor, most bocsánat, tehát volt a másik oldalról is ilyen igény, ugye Nyírő József utca, és akkor az önkormányzat elmondta, hogy hát átnevezzük egy másik Nyírő Józsefre. Most ugye Kumbéva utcák esetében ott, o, o, ott ilyenről nem tudok, de még ott is vetne lehetős. A Szentpéteri Kumbéla egy nagyon híres közjogász volt. Közjogász, de. vagy például volt Veszprém környékén ugye egy 1848-49-es huszár hadnagy, egy hihetetlen hős egyébként, de tehát azért ezek meg olyanok, hogy van benne egy kicsit a magyaros vunk, tehát hogy megoldjuk valamit. Okosba. Igen, én még annyit tennék ehhez hozzá, hogy, hogy azra viszont fontos lenne kitérni, hogy egyértelműen le kéne szögezni, hogy tulajdonképpen a, a kommunista eszmerendszer mennyire alkotmányellenes, mennyire emberellenes, mennyire ellentétes az emberi jogokkal, az erkölcsi felfogásunkkal. Mert ezt a logikai vonulatot nem viszik nagyon sokan végig, hanem, hanem csak a külső propaganda más látják ebből az egészből, és akkor mindig azt mondják, hogy hát, hogy, hogy miért tiltották be őket, miért üldözték őket, miért, miért nem szervezkedhetnek nyugodtan a kommunista párt, ami nem lehet egy kommunista párt egy, egy demokratikus országban. Hát egyértelmű, hogy olyan eszmerendszert vallanak a kommunista filozófusok, a kommunista politikusok, ami, ami, ellentétes a legalapvetőbb emberi jogokkal, a demokráciával, akik diktatúrát akarnak, akik bizonyos társadalmi osztályoknak a kiiktatását akarják. Tehát ezek, ez önmagában az, hogy valaki egy ilyen rendszernek a híve, egy ilyen eszmerendszernek a híve, az már azzal tulajdonképpen ő, ő már nem szalonképes, és, és hogy nem, hogy utcát nem kéne elnevezni, hanem, hanem egy jó szót se kéne róla mondani. Mert ugye sokat fel, Vetik, hogy hát például voltak, akik a két világháború között, vagy korábban voltak marxisták, de most hát például egy Ságvári Endre, aki, aki meghalt, hát kérem, hát a, ő, ő sztálinista volt, hát Sztálin volt a Szovjetuniónak a vezetője, pontosan tudták, hogy mi történik a Szovjetunióban, mert ezt a magyar újságok megírták, ez, ez köztudomású volt, pontosan tudták, hogy mi történt itt tanácskozáság időszaka alatt, az nem olyan rég volt arra, mindenki emlékezett még, hogy miket műveltek, és aki ennek ellenére a kommunista párt szervezetébe belép, mert neki tetszik ez a illegalitás, és hogy neki most hatalma lesz, és hogy most egy, egy nagy hatalmas szavajtúniónak a embere lesz. Nem beszélve arról, hogy hogy ezek a kommunisták, akik például a két világháború között tevékenykedtek, ezeknek egy jelentős részének kémkedni kellett a Szovjetuniónak. A, Tehát amikor megnézzük a, a pereket, a ítéletekben, a, a, ott van a, a, a vádként ez is, hogy, hogy adatokat szolgáltattak a Szovjetuniónak, a pályaudvarokról, a laktanyákról, egyéb intézményekről. Volt konfliktus is a komista párton belül, mert voltak, ezt nem volt hajlandó megcsinálni. Igen, de, de csak egy pillanat, és bocsánat, nem? hogy közbevágok. Tehát ugye a Sákveri esetében ott az. Hogy, hogy idegen megszállás alatt van az ország, akkor ő most ellenáll, vagy nem áll ellen. Ezt tegyük zárójelbe. Itt szerintem az a fő kérdés, hogy egy-egy ember életében sajnos nem csak az számít, hogy ő mit csinált, hanem az, hogy a halála után milyen szimbólumot faragnak belőle. Ezt. És a Ságvári nél, tehát és, 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 és ezt van, aki a mai napig nem hajlandó elfogadni, nagyon komoly vezető vezetőtörténész, hogy, hogy a Ságvágnál fő gond az, hogy belőle a kádárék, sőt, már előtte is, egy, egy ifjúsági szimbólumot csináltak, és, és az a szimbólum az egész egyszerűen nem lehet tovább ilyen géniusz lókiként sehol. Na most a másik oldalon meg itt van Nagy Imre, akiből megpróbáltak ugye egy, úgymond ellenszimbólumot, hogy ő volt az egyik fő összeesküvő, stb. És hogy kezdődik a rendszerváltozás, rendszerváltozás? Újra temetjük Nagy Imrét társait, persze ott van a hatodik kopos. Most innentől kezdve tehát azért, azért nagyon nehéz helyzetben van az ember, mondjuk egy Nagy Imre esetében, és tudom, majd ti erre engem elküldtök a, az inkvizícióhoz, de tehát most csak két ilyen elventétes példát mondok, mert, mert akkor Nagy Imréből ők, ők faragtak egy elven szimbólumot, hát akkor, akkor most mit csináljunk? Jó, Igen, csak, nem, azért, csak azért, ne bocsánat egy mondatot ha tegyek hozzá, mert ugye rám reagáltál, és ez viszont reagás, hogy hát azért, mert valakiből mitoszt csináltak, és, és kitaláltak mindenféle hőstetteket, hát miért a Gusev utcáról is beszélhetnénk, ugye, hogy egy nem létező emberről elneveztek egy utcát. Most akkor mondanánk azt, hogy a Gusev utca maradjon, mert olyan szép történet, hogy átállt 1849-ben a magyar oldalra, és kivégezték emiatt, és harcolt, hogy a magyar szabadságharc, miközben ez nem is igaz, ez az egész történet nem is létezik. A De... faszok néha jól jönnek, hát egy kukoros titusz is jól jön. Most azért hát hát történészként azért nem szabad, azt mondani, hogy ezeket mind helyre kell tenni, tehát az összes ö, fontos elnevezést, hát én mondhatnám egyébként Dózsa Györgyöt is, hogy a, 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 néztem, hogy a, 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 a harmadik, negyedik legtöbbet ö, utcát róla nevezték Teljesen el. Indokolatlan. Miközben, egy, miközben <coughs> ő egy egy rabló banda vezetője volt, és csak utólag csártak be őle szintén egy ilyen mitosz, hogy valami mitosz teremtés. A vetekedett a karóba húzó Vladdal a tevékenysége bizonyos értelemben 1514-ben, de eh, azért eh, az a fajta, amiről beszéltek, tehát hogy, hogy a mitoszépítés mennyire fontos. Az én korosztályom, Attila, a mi korosztályunk eh, abban nőtt föl, ugye mi vagyunk az a utolsó búmerek. Eh, abban nőtt föl, hogy az iskolában, az úttörő foglalkozásokon, ahol igyekeztek minket valahogy elfoglalni, hogy jól érezzük magunkat, eh, üvöltve énekeltük, hogy kimszesek vágtak Hajdanettájnak élükön Ságvári járt, és ez része volt az életünknek. Az egy kérdés, hogy történészként én is pontosan tudom, hogy mit művelt Ságvári nem csak az illegalitásban, hanem a cukrászda és hány ember életét veszélyeztette. De hát ezt rajtunk kívül nagyon kevesen tudják ebben az országban. Nincs benne a közoktatásban. És az a munka, amit ti végeztek, Robert, hogy ha már a villámcsődületről volt szó, Uh, ugye, hogy, hogy, elmentek a még meglévő utcákhoz, és új neveket raktak, raktok a, a, a névtáblák alá. Egyébként mennyi ilyen utca van még, ami, ami megkérdőjelezhető Magyarországon? Hát amikor ezt mi összeítjuk, az 19-ben volt, tehát most már az is öregszik az a lista elég szépen, akkor egy ilyen 800 körüli önkényuralmi, vagy önkényuralmi az Jött Azóta hozzá, valószínűleg <coughs> kopott is. Hát ő jött is hozzá, igen, nem csak a Horngyula sétány, hanem egyebeket is, de a főváros a 19-es hely, helyhatósági választások utáni fordulattal azért egy-két utcanév visszacserélődött, de kopott is szerencsére szép számmal ö, koptak ezek az utcák. Azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy alapvetően ö, mi is ö, húztunk egy vonalat, tehát ö, külön kell választani azokat a személyeket, akik a, úgymond, ö, akire rá lehet húzni azt a, itt, itt nem ez volt a cél, hogy ez egy inkvizíció legyen, ha már ez a szó itt elhangzott, hogy akire rá lehet húzni a vörös lepedőt, és akkor az kommunista, és száműzzük a, a közterekről, sokkal inkább azt gondoltuk, hogy nézzük meg, hogy kik azok, akiknél teljesen egyértelmű, hogy a politikai tevékenység, közéleti működésük, mondhatni középpontjában ennek a felforgató eszmének a terjesztése, megvalósítása, gyakorlatba való átültetése állt, ide sorolom például nem csak Kuhn Bélát, hanem Szabó Ervint is, aki ugye a tanácsköztársaságnak a szellemi megalapozója volt, akkor van egy következők aki Kiváló tudós volt. Tehát ez, erre hivatkoznak. Kiváló könyvtár tudós volt Szabó Ervin, és azt véletlenül sem említik meg mellette, hogy egyébként hiper hipermarxista, gondolkodó volt, Forradalmi terror lelkes Forradalmi lelkesedett, és egy nő szoknyája mögé bújt, bújt, ugyanis egy nővel akarta meggyilkoltatni Tisza István. Így van, ez pontosan így történt, csak hát ugye ő egy túl nagy idol, túl nagy bálvány ahhoz a mondjuk azt a, a nemzetközi beágyazottságú hazai baloldal szemében, hogy őt elmerjék engedni az ő kezét gyakorlatilag ragaszkodnak hozzá fogal körül, mert Ságvárinál is ez volt, én úgy látom, hogy Ságvárinál azért ezt a falat áttörtük, Ságvári utcák azért, szép, az utcatállák szép sorban hullanak le a vidéki településekre, Budapesten nincs is egyébként. Visszatérve, tehát ez az egyik kategória, a másik kategória az az, ahol én azt mondom, hogy egy közéleti vita, vitára van szükség, hogy azt meg tudjuk vitatni, hogy ezeknek az elnevezéseknek a helyén valósága az az, az, hogy kell megítélni, én a Nagy Imre eh, nevet is ide sorolom. Eh, Nagyimrének a történetét most gondolom ne nyissuk meg, nem mi tartozik a mai beszélgetéshez. Ez egy földművelésügyi de... miniszterként viszony lesöpörte a padás, a beszolgáltatás. Így van, tehát egyértelműen Miniszter olyan. Volt uh, de az is tény, hogy a 56-ban. Uh, Mégiscsak mártír halált. Igen, tal. szóval vannak emberek, akik a halálukkal többet igen, használnak a e nemzetnek, mint az élet. Igen, ten, tehát ezek nem fekete és fehér dolgok. Nagy-Imre utcákat nem is támadtunk be. Azt gondolom, hogy itt egy vitát kell majd ez ügyben nyitni. És akkor volna egy olyan kategória, és ahol azt látjuk, hogy lehet, hogy az illető a baloldalhoz kötődött, de művészeti tevékenysége kizárólag, tehát ez művészetben nyilvánult meg, verseket írt nem ideológiai vele, tehát nem a... Akkor a Janikovszkéva az Komilfo? E, hát én, én azt mondom, hogy a Janikowski éva esetében is még azért a tudománynak szerepe lenne ott a múlt pontos feltárásában, éva és családjának a története elég sokáig el volt zárva, mondjuk így a nyilvánosságtól, ez az ávós szál, amennyiben... Mert de Janikovszkéváról senkinek nem a szegedi ávóparancsnok Janikovszki Béla jut az eszébe, hanem a kire ütött ez a gyerek című munkája. Hát én úgy gondolom, hogy ebben az esetben is ez az a kategória, akiről beszélnünk kell, tehát legyenek vita, legyen vita arról, hogy Janikowski Éva személye alkalmas-e, és akkor majd biztosan elő fognak kerülni azok a tudományos tények mindkét oldalról, amelyek alapján el lehet dönteni, hogy mondjuk Janikowski Évának van-e helye a magyar emlékezett politikában. Én szerintem ez nem olyan bonyolult ez a dolog. Hát a könyveit továbbra is meg lehet jelentetni, olvassák, mert jók. Én is, amikor még nem tudtam, hogy ő ki volt... Én nem szerettem egyébként, a gyerekeimnek szerintem nem olvastam olyan jók de nem kell róla elnevezni utcát, nem kell róla elnevezni díjat, nem kell őt ilyen szempontból, tehát az a teljes élet Állami díjat, díjat nem kell, civil díj, ne lehetne. Van. Tehát nem kell őt ilyen szempontból használni, de viszont mint, mint írót ő megmaradhat. De hát egyébként, mert most megint lehetne egy külön beszélgetés, például az íróköltöknek a helyzete. Tehát aki, aki mondjuk kommunista író volt, például Déri Tibor, aki, aki uszító hangnemben ír a, a, a koncepciós perekben letartatokról, a Pócs Petri ügyben egy, egy aljas rágalmazó novellát ír, pedig ott ül Faludi György mellette, és mondja, hogy napnál világosabb, hogy itt ártatlan embereket ítélnek el, azt mondja a Déri, hogy annak ellenére megírom a bitang a történetemet, tehát tudatosan írta meg, tehát tudatosan hazudott, tehát nem félrevezetett volt. Orszellem, szerintem sokan hittek benne, hidd el hidd el nekem Attila, hogy nagyon sokan hittek. Tehát azok a, azok a költők, akik mondjuk Rákosi 60. születésnapjára megtöltötték a, a, a Rákosi kötetet, azok között rengeteg olyan költő a van, aki, a aki közül többen megvezetve a, mondják, éreztem, a hogy közül azt mondják, tésőbb. hogy ment a helyezkedés, hogy ki legyen a szerkesztő, mert a szerkesztőnek nem kell verset írnia és, és ezért mindenki szerkesztő akart lenni, és, a, és, hogy ki hogy tudott kibújni a törtet arról, például I. és Gyula, hogy oldotta meg ezt a helyzetet, tehát azért, azért ott nem mindenki volt a lelkes, lehet, hogy egy-két ember ezt, ezt csette, de hát azért azt is tudunk el, hogy ők elképesztő pénzt kaptak ezért. Tehát olyan összegeket kaptak az írók 50-es években, akik beálltak a sorba, és a propagandát működték, hogy egy-két éves fizetésükből egy rózsadómi villát tudtak venni. Tehát hol van egy normál helyzetben, egyszerűen manapság nem tudna annyi könyvet eladni, hogy, hogy, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, és, és ezért voltak a lelkesek a legtöbben. Aztán, aztán hát hál' Istennek sokan ki is ábrándultak még ebből a pénzes lelkesedésből is, tehát még a pénz ellenére is hajlandó voltak föllázadni. Azért megélhetési bűnözés mellett izott ott a tehetség is. Hát a Tamás Az Lajos megírja a, a piros a vért, utána egy néhány hónappal később, hogy kapjon egy igazgatói állást, akkor megírja a munkásőről a versét, hogy utazik a Héven, és a jó helyen van már a fegyver. Na most én itt még egy-két olyan dolgot szeretnék mondani, hogy tehát például teszem azt, ma már nincs Pesti Barnabás utca, ugye Piarista köz, már nem PBU, de ennek ellenére a Pesti Barnabás az, az a nyilvas önkény áldozata, hát megölték. A, a másik ilyen, hogy mondjuk tehát azért, hogyha már nagyon muszáj, hogy kommunista emberek is itt előjöjjenek, egy Weisshaus, a Weisshaus Aladár, ugye? Az egyik első vendége, az Andrássi út 60 vannak, Péter Gábor különösen ügyel rá, hogy, hogy ő, 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 ő beérkezzen a oda. A első arcadták le. Ö, igen, Ö, tehát azért ott egy, egy, egy elegáns helyen van, bocsánat, a, a Demény volt, a demény az, volt az, az első, az első a igen. Volt az mind a ketten, nem moszkovita, tehát nemzeti kommunista frakciókat, csoportokat vezettek, ha szabad így fogalmazni be, nemzeti kommunista, ugye bizonyos értelemben fából vaskarika, de hát azért mégiscsak. Tehát, hogyha már valakinek ez kell, hogy ez a baloldali hagyomány, akkor, akkor miért nem tetszik hozzájuk nyúlni, mert kell a többieket, az olyanokat erőltetni, akik viszont moszkovita frakciókhoz tartoztak. Akkor egy pillanatra menjünk tovább, mert itt szerintem azért az fontos elmondani, hogy... Egyfelől attól, hogy valaki antifasiszta, még nem biztos, hogy kommunista. Tehát ne öntsük ki azért a a, a fürdővízzel együtt a gyereket, és egy utolsó dolgot is szeretnék mondani, én nagyon sajnálom, hogy itt nem ül itt most közöttünk a Tudományos Akadémia részéről valaki, mert ugye itt elmentmondásos szakvelmények láttak napvilágot, ugye íróköltő Tormai Cecil. Kiadták, hogy ő előkészítette, vagy hát így ehhez Pontosan kéne idézni, de a Faj faji kategóriákban, kategóriákban gondolkodott. gondolkodott írt, hol <coughs> ne legyen elnevezve. Akkor a Szabó Ervin, aki meg egy másfajta önkényuralmat, annak a, az ifjúságát készítette elő, tehát ő ugye egy ilyen kört is vezetett, hát akkor bemegy valaki, és, és, akkor, és akkor próbálja ő, 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 kimosni, meg nem tudom, és azt mondják, hogy, hogy az MT állásfogásában az van, hogy de ő meghalt mielőtt a mielőtt, összegek, mielőtt lett volna igen. önk egy Tehát itt azért vannak elventmondásos, dolgok, és még egy utolsó dolgot, tehát például megint mi az, hogy terv utca, mert van ilyen, hogy terv utca. Az öt éves Teljesen terv. egyértelmű, hogy ez a tervgazdaság. Na de ugye ma már, hát az, hogy terv, hát egy semleges dolog. De van olyan is, Köszön ami, ami a, a félvég értelmetlen, az egyik balatoni üdő területen van, például Szabad Nép utca, igen. egybeírva, egybeírva. Most az mi? Tehát ugye ilyet nincs, és a szabad nép, hogyha, hogyha, itt az újságról volt szó, az ugye még a kommunistáknak is erős volt 56 után, utána rá népszabadsága. Tehát ilyen egybeírva, hogy szabad nép nincs. Hát ugye ez a kettős mérce, amire utaltam, hogy ez az MTA állásfoglalásán tökéletesen végigkövethető, hát eleve ott kezdődik a történet, hogy nekik át vagy bét kellett volna mondani, mert ugye maga a törvény az úgy fogalmaz, hogy kétség esetén, tehát hogyha nem tudjuk eldönteni, hogy az illető az önkényuralmi személye vagy sem, akkor kétség esetén az önkormányzat beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. És erre föl az MTA kiadott egy ilyen állásfoglalás csokort, igen ám, de egyrészt a, a, nevek, vagy hát mondjuk így szócikkek egy része az pusztán egy életrajzi íromány, nem tartalmaz állásfoglalást, csak formális, az a ne vagy állásfoglalás, de nincs benne állásfoglalás. A másik az, hogy nem azt mondja, hogy, hogy, hogy igen vagy nem, tehát nem át vagy bét mond, hanem vagy azt mondja, hogy használható, azt mondja, hogy nem használható, azt mondja, hogy nem ajánlott, aggályos, tehát elkezdi szaporítani a különböző kategóriákat, amiket egyébként a törvény nem ismer. És így jutunk el ahhoz, hogy mondjuk például Marxról, Marx Károlyról nem azt mondja, hogy ö, ö, át kell nevezni és kész, hanem azt írja, hogy, hogy hát nem ajánlott. És akkor van olyan önkormányzat, van olyan kormányhivata, amelyik ezt betartja és átnevezi a Marx Károly utcát. Van olyan, amelyik meg nem, mert azt mondja, hogy a haladó baloldali hagyományoknak a letéteményese volt Marx, és kitűnő gondolkodó filozófus, ezt mondta az egyik Vasmegyei Kisváros polgármestere, fel is hívott engem felháborodva, hogy én hogy képzelem, hogy át akarom neveztetni a Marx utcát. Vagy éppen az egyik borsodi településen, ott meg azzal érvelte az önkormányzat, a polgármestőr, és ezt sajnos a kormányhivatal is elfogadta a törvényességi felügyeleti eljárásban, hogy tekintettel településünk baloldali hagyományaira, itt kivételt kívánunk tenni ezen jogszabály alkalmazása alól, és mégis tartsuk meg a Marksz Károly Melyik utcset? település volt ez? Berente községről beszélünk. Kérlek, tisztelettel, hát abban az esetben azért beszélhetett volna szélső jobboldali hagyományokról, mert abban a térségben volt a legerősebb a nyilas mozgalom is, tehát ilyen szempontból akkor még lehetne keresni embereket, de hát itt van a Bajcsi-Zsilinszky probléma, tehát Bajcsi-Zsilinszkinek az volt a szerencse, hogy lelőtték a, a, a németek, mert különben a kommunistáknak kellett volna lelőni, hiszen minden valószínűség szerint, ha ő életben marad, akkor nem lehetne róla utcát elnevezni. Igen, csak hogy megint ugyanez a helyzet, hogy jó, jó pár esetben, hogy az egész élet életművet kell végtekinteni. Tehát Bajcsizsinszkinek volt egy nagyon csúnya cselekménye, amiért, a, amit az esküszék felmentette, mert mert elfogult volt velük szembe, hogy az Áhim András megölésének az esete, ami leg, ö, enyhébb megítélés szempontjából is egy vonatlan emberölés volt. Viszont Bajcsi ezért vezekelt. Én azokat, a, ö, és és, 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 és azt is mondják, hogy azért nem akart megszökni Sopron köidáról pedig ott lehet volna rá lehetősége, mert azt mondta, hogy ő vezekel ezért, mert ez az egész életében a lelkismertét nyomta ez a dolog. De egy olyan kommunista esetében, aki, aki... De Bajcsi de nem volt nem kommunista. Ezt azért szögezzük mindegy, el, most, nehogy itt félreértés. Félre szokták igen. igen Pont, úgy gondolat, tehát egy, viszont egy kommunista esetében, de akár mondhatnánk egy, egy szélső jobbost is, hogyha a később megbánja, tehát én, én a keresztény erkölcs nevében mondom ezt, hogyha megbánja ezt az előéletét, és ezt őszintén, egy új életet kezdés, ott valami nagyon szép dolgokat tesz, nagyon sok pozitív dolgot tesz, akkor én azt, azt mondom, hogy azt, azt teljesen másképp kell megítélni ezt az esetet. Tehát ez, erre jó példa, vagy de, de hány olyan kommunista volt, aki bocsánatot kért a rendszerváltozás után? Már, már bocsássuk meg, Hornyulánál is nekem az a bajom, hogy, hogy annyit mondott, hogy na és. Ha azt mondta volna Hornyul a rendszerváltozáskor, hogy hogy ő, ő most már sajnálja, hogy, hogy, ezeket, hogy ő pufajkás volt, és, és ez, ezért, ezért, ő bocsánatot kér. Teljesen más lett volna a megítélni. Ítélése. Sőt, azt mondta, hogy ő a törvényes rendet vég, Igen, ugye? És a, de, de, egyedül talán a angel. Farkas Vadimír volt az, akinek az volt a könyve, ennek a címe, hogy nincs bocsánat, és, 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 töredelmesen leírta azokat a dolgokat, hogy ő miket követett el, és egyfajta vezeklésszerűnek szerűnek tűnik, legalábbis elolvasva ez a könyv. Tehát, hogyha, ha valakivel ilyen ö, dolog történik, akkor, 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 az teljesen más megítélés, még, még, még mindig persze fölmerül, hogy egyáltalán lehet-e példakép, mert én azt mondom, hogy arról legyen elnevezve utca, arról legyen elnevezve intézmény, aki, aki példakép lehet a fiatalok előtt, a, akire büszkék lehetünk minden szempontból, amikor szóba kerül, hogy most melyik utcában laksz, és akkor mondja, hogy hát én, én büszke vagyok arra, hogy, hogy, hogy ebbe és ebbe az utcába lakom. Igen, Attila, csak azért a Hordyul esetében és akkor hadd legyek most egy picit az ördög őt azért 1994-ben részben a Kádár a részben pedig az legitimálta, hogy a választópolgárok 51% az az ő által vezetett MSZP-re szavazott. Na jó, de egy pillanat, egyrészt szerintem erről már volt egyszer egy ez itt a kérdés, én emlékszem, hogy nem pont ugyanígy, de, de a, a Robi az, szóval az itt volt, már. meg én talán van. én is ott vissza lehet nézni abban a műsorban, mik hangzottak el, tehát azért a Hontyúlánál semmilyen választási eredmény nem legitimálja azt, hogy ő igenis egy önkényuram önkény helyreállításán dolgozott, és annak a fenntartásán is dolgozott aktívan. Szerintem ez, ez, ez nem is lehet kérdés. És mondom, vagy hát, ahogy az Attila mondta, utána még csak annyit sem Erre mondott. Hogy a fungáló szállzok. kommunisták, hogy ők őszintén hit. Tek, sőt, adott esetben hisznek abban az elvben, abban az eszmerendszerben, amelyet akkor képviseltek. De nem a ez a bufaj, baj, nem az, kapsz, ő hogy ő csinál is érte valamit. Igen. Tehát az, hogy üldögél és hisz benne, az még Jó, de nem csak 1990-ig hitt benne, mert utána már azt mondta, hogy a kapitalizmus kell építenünk, most már nem a szocializmus. A, a, hát, ezzel a, ezzel a rát. német Miklós utasította, hogy menjen oda, és ő adja ki ezt, és ezt tudjuk, ismerjük a történetet. Ő ment oda ahhoz a kis szakaszhoz, ami ami még, amit visszaépítettek, hogy, hogy, el tudja voltani. vágni, és egy rossz ólót adtak neki, és borrasztó dühös volt, mert rossz minőségi hólóval alig bírta elvágni a vezetéket, úgyhogy ez is egy érdekes Ez hát még jelen. a KGST terméke volt ez az olló. <laughs> Igen. Na szóval vissza, azért, de hondyul a sétány. Mi, ne engedjük el, ne engedjük el. Mert, Máriának az egyik utolsó eh, kezdeményezése volt. Igen, és ráadásul ha, ha, ha valaki tett ezért, azért Wittner Mária ebben nagyon keményen belállt, és ő neki minden és jogalapja megvolt ahhoz, hogy ezt megkérdőjelezze, és tegyen ellene. E, járta az országot, e, e, beszélt a fiatalokkal, de, de, a... de ugyanakkor meg ott vannak a közhatalmi szervek, amelyek nyugodtan mondhatják azt, hogy nem változtatunk a döntésünkön, mert számunkra azok az, azok az adott esetben indokok, amiket én az előbb felhoztam, azok, azok validak. Pont Witner Mária születésnapja volt, az utolsó születésnapját ünnepeltük ugye abban az évben, hunyt el, és akkor derült ki, akkor jelentette be a, a fővárosi önkormányzat, hogy zöld utat kap a hornyula sétány, és emlékszem, előttem is van, hogy Marika néni azonnal megszakítva a születésnapi beszélgetésre elő a telefonját is kezdte meg az intézkedést, és ez az intézkedés akkor hát megakadt, és még pedig azért, de aztán utána tovább folytatódott az ügy, mégpedig azért akadt meg, annál a sajátosoknál fogva, hogy amikor ez az MTA állásfoglalás, illetőleg ez a jogszabály megszületett, akkor Horn Gyula még élt, tehát mint élő szeméről nem voltak elnevezve Magyarországon ugye utcanevek, és éppen ezért ő nem neki nem volt esete, tehát nem került föl erre a listára, nem volt róla állásfoglalás, hogy igen vagy nem. Egyébként a törvényi, tehát a törvénynek a megfogalmazásából szinte automatizmusként következik a nagybetűs nem. Tehát Horn Gyula igenis önkényuralmi szereplő volt, hát ez, ez teljesen egyet a napnál világosabb, és ezen esetleg a későbbi politikai teljesítmény, ugye ezt mindenki ítélje meg a saját szimpátiája alapján, ezen nem módosít, nem tud változtatni, ezek, ezek objektív erkölcsi kategóriák, hogy valaki 56-ban hol állt. A bocsánat kérés az egy más téma, de itt nem volt bocsánatkérés, ugye. Na most ez a, ez a vita, ez éppen ezért hát megálltott, hogy nincs róla joggyak, hát nincs róla az MTA-nak állásfoglalása, és ekkor magánszemélyek azzal a egyébként nemes szándéka, hogy ezt az utcanevet megváltoztassák, megpróbáltak bejegyeztetni egy Horngyula alapítványt, és tulajdonképpen ezen bukott meg a a horngyúla sétány, vagy hát itt csúszat eh, csúszott el, mert ugyanaz a jogszabály, ami kimondja, hogy eh, önkormányzat, tehát az önkormányzati törvénybe is, amit ugye belekerült, hogy nem lehet önkényuralmi elnevezése, ugyanez vonatkozik a civil szervezetekre is, ugyanez a, ez a, ez a eh, törvényi szabályozás lett oda bevezetve. És ebből pedig az következett, hogy az MTA-nak eh, ki kellett adni egy állásfoglalást, ezt lobogtatva pedig újra el tudott indulni a törvényességi felügyeleti eljárás. Egyébként a főváros eh, baloldali többségű eh, eh, vezetése, most fogalmazzunk így, eh, már ki is nyilvánította, hogy tulajdonképpen nem fog foglalkozni ezzel a eh, törvényességi felügyeleti eljárással. Ők Marad ahol... a Marad a sétány egy darabig, mert utána a törvényességi felügyeletnek majd pert kell indítani a, a, fővárosi önkormányzattal szemben, és akkor itt el lehet menni nagyon messzire, a vége lehetséges végkimenetele ennek az eljárásnak, aztán hogy hogy lesz, azt majd meglátjuk, az az lehet, hogy ha a főváros tényleg nem hajlandó és az utolsó pontig is elmegy és megtartja ezt, akkor a fővárosi kormányhivatalnak kell új Elnevezést adni ennek a sétálynak. Na most beszéltünk itt a mítoszgyártásról. Volt egy nagyon erős mítosz kiírtás is a kommunista diktatúra. Tehát gyakorlatilag itt van velünk több évtized, ami szürke, homályba burkolózik, és hol vannak belőlük a saját hőseink. És mi a Nemzeti Emlékezet Bizottsága ezért adta ki a Magyar Hősök című kötetet, ezért csináltunk belőle cikksorozatot az egyik portálon, ezért vittük színpadra, tehát egy színpodi produkciót is csináltattunk ebből, teltházal játszották számos helyen az országban, pont azért, hogy vegyenek saját hőseink. Tehát, hogyha valaki olyat akar, hogy, hogy elnevezni egy utcát, Egyébként a 11. kerületben volt is ilyen még az előző kurzus idején, hogy akkor ott, ott egy, egy, 11. kerületi ilyen jellegű nagyformátumú, nyugodtan nevezzük magyar hősről, ugye Ulofzon Placidról legyen valami elnevezve. Tehát voltak ilyenek, tehát be kell népesítenünk a saját történelmünket, a saját hőseinkkel. Tehát ezt a munkát el kell végezni, és akkor hát, ha az egyes önkormányzatoknál ugye eszükbe jut, hogy hogy vehet ehhez Nyilván, is. Nyilván, ez annyit... viszont a politikának egy nagyon fontos feladata, amit el kell végezni. Annyit Itten mindenképpen tegyünk közés. hozzá, hogy nehogy azt gondolják, itt a nézők, hogy itt a történesek és barátoknak egyfajta szőrszálhasogatása ez, mert van, aki sajnos nem érti ennek a súlyát. Itt nem csak arról van szó, hogy itt a történelemben operálunk és, és vizsgálódunk, hanem azt kell megérteni, hogy ez egy olyan morális kérdés, ami az egész kultúránkat kikezdi. Tehát, hogyha ebben nem tudunk egyességre jutni, hogy a bolsevik önkényuralmi rendszer, most nevezzük így, elítélése felé egy, egy falat kell húzni, azt mondja egy zéró tolerancia a kommunista diktatúra irányába, akkor sajnos kinyitunk egy olyan ajtót, amin keresztül ez bármikor visszalopózhat és ízekre szedheti szét azt a kultúra, csak kultúra alatt, ne csak arra. Hát de, Robert, de pont erről van szó, hogy itt most adott esetben az üléspont határozza meg a nézőpontot. Uh, ugye pont az beszélt arról, hogy az akadémiai szférában is vannak olyanok, akik adott esetben... Uh, Megkérdő leszhető dolgokat tesznek, és az üléspont és a nézőpont viszony ebben az esetben, Kelet-Európában ülsz, ahol megélted, vagy Nyugat-Európában ülsz, ahol nem érték meg, ennek következtében létezik egy ilyen neomarxista romantika, vagy akár egészen hétköznapi marxista romantika. De itt alapvetően és valóban fontos kérdés, hogy morális kérdése, de elvi vagy jogi megoldása kell, hogy legyen. Mert abban a pillanatban zárható, ha elvi megoldást keresünk, akkor végtelen viták lehetnek. De itt Legyenek azok bármondani. Nagyon lényeges vitál. dolgot mondott te, ö, ö, a te barátunk, hogy hogy, hogy az is egy nagyon fontos emberi jog, alapjog, hogy mi megismeressük a saját történelmünket, és tisztában legyünk a múltunkkal, és ott ne legyenek hamis információk, mert éppen ezt a ezt a jogsértő magatartást tanúsít valaki, és, és, és történelmi hamisításnak az egy nagyon súlyos cselekményét követi el. Tehát tehát egyértelműen nekünk az a kötelességünk, és a történészeknek ez lenne a kötelessége, színe studió harag és részehajlás nélkül bemutatni a magyar történelmet, és ez elmondani, hogy évek kik évek voltak évek. a hőseink. Voltak Ezt a, a Nemzeti <coughs> bizottság a nevében, bocsánat. Hát, <coughs> az ő megjegyzését ja, nem, ilyen, nem ilyen, a gyerekeknél, hanem a gyerekeknél, Csak igen, azért igen. mondtam, hogy itt nagyon erősen a, a doktrinák meghatározzák sajnos már de hát, a történész hát, szemléletet is bizonyos Itt ezek komoly feladatok, ezért kell az oktatásban, a szakirodalomban, háristenek Istennek most már főleg a fiatal történész generációk, tehát itt olyan fantasztikus műveket írnak, amik amikben tényleg a valódi múltat tárják föl feketén, fehéren, egyértelműen a források alapján, mert ez kétségtelen, hogy a történés szakmában nagyon nehéz volt. Én még a előtt jártam a bölcsészkar történetványi tehát a történés szakára. És hát azok, azoknak egy jelentős rész adoknak, a tanároknak, ugye ebbe a szellemiségben nőtt föl, őket így is választották ki, és ott a mester és tanítvány rendszer működik tovább. Tehát ő olyat vesz maga mellé tanársegédnek, aki vagy ugyanígy gondolkodik, vagy ugyanúgy fog gondolkodni, mert, mert ezt mondja el neki, hogy, hogy ezt kellene tenni. Tehát, de hát, ebben nem szabad belenyúlni, hogy, 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 itt a, a, a múlt rendszernek a történelem felfogása tovább él, és, és akkor széttárjuk a karjunkat, és azt mondjuk, hogy nem tudunk mit csinálni az ellen, hanem, hanem meg kell tenni azt, hogy hogy, nek, hogy, nek, ugye azt mondták mondani, hogy az igazságot azért kell elmondani, mert a hazugságot is nagyon sokszor elmondják. Tehát, hogy el, el, el kell egyértelművé kell tenni, hogy, hogy kik azok, akik, akik, a rend, akik bűnös rendszernek voltak a kiszolgálói, és kik azok, akik pedig tényleg hősök voltak, mártírok voltak, mert rengeteg hősünk van, akiről nem tud semmit se a magyar közvélemény. De a kérdés továbbra is marad. És ha már a rendszerváltás előtti egyetemről, tehát én azért vagyok nagyon büszke arra, hogy vidéken végezhettem el az egyetemet, adott esetben Debrecenben, ahol egy nagyon komoly marxizmus kritikus nézőpont volt a történettudományok oktatásában, és ez, ez hosszú időre kiadotta a, a gondolkodásomon a mai napig. De továbbra is áll elvi vagy jogi. Mert, hogyha elvi, akkor végtelen viták, ha jogi, akkor a jog adott esetben faktumként kezeli és abban a pillanatban, amint ez megtörtént, utána meg lehet magyarázni, hogy ez miért történt így és nem azon kell vitatkozni, hogy most ez lehet-e vagy nem lehet. Tehát most bocsánat, én, nyilván ugye hatályos törvényeket azért valahogy be kell tartani, lehetőleg értelmezni kell, tehát itt két dolgot szeretnék csak mondani ezekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy minden emberi közösségnek az alapvető kérdése, hogy van-e közös sztoria, van-e közös története, az ember egy Tehát vannak-e közös élmények, ami persze egy, egy abstrakció, mert, mert mondjuk a Mohácsi csata az úgy nem egy közös tragédia, egyikünknek se halt meg ott a nagybátyja vagy a testvére, de mégis az egy közös. De a vérvonalunkban biztos. Az egy, az egy közös tragédia. A másik... És most nagyon röviden, mert lejár a a másik, a másik ilyen jellegű kérdés, hogy volt egyszer egy román politikus, aki kiadott egy olyan könyvet, hogy a nemzeti ösztön politikája. Tehát lehet -e olyan jogszabályt hozni, ami mögött nincs ott egy társadalmi ö, olyan, nyugodtan mondjuk, nincs ott mögött a nemzeti ösztön. Ez fontos. Köszönöm, hogy eljöttetek. És azért fogunk erről még beszélni, mert már beszéltünk, és azt hiszem, hogy egy olyan téma, amely mindig, mindig visszatér majd ebben a műsorban. Köszönöm, hogy itt voltatok, önök pedig az Ez itt a kérdést látták. Műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n, a Youtube-on és meghallgathatják a Spotify-on. Elazudott családmesék, szembenézések és félrenézések a történelmi múltal. De vajon mi a feladata az utókornak a történelmi személyek megítélésében? Tulajdonképpen való folytatjuk a mai témát, ennek járunk utána az Ez itt a kérdés következő műsorában, tartsanak velünk legközelebb is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!